Üdvözlöm a Kisalföld Podcast hallgatóit, Sima Roberta vagyok. Ezúttal vendégünk nem más, mint Csankó Zoltán, akit idén már harmadik alkalommal jelöltek a Kaszás Attila díjra. Üdvözöllek itt nálunk a stúdióban. Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Halva és nézve a kis videódat, kicsit kettős érzések voltak benned idén, hogy már harmadszorra is jelölt a színház. Azt említetted, hogy le is akartad egy kicsit állítani ezt a dolgot. Mi volt ennek az oka? Igen, mert nagyon rosszul éreztem magam mind a két döntőbe jutásom után, mert nem én állhattam föl a dobogó legfelső fokára. És akkor én elhatároztam, hogy többet nem szeretném, hogyha engem jelölnének, mert nagyon sok munkával jár, feladattal jár, onnantól kezdve, hogy az ember a döntőbe bekerül, nagyon sok interjút kell adnia, ugye most is éppen itt ülök, persze örömmel, de azért nagyon sok elfoglaltságot jelent. És azt gondoltam, hogy ezt még egyszer nem szeretném végigcsinálni. Nekem elég volt az a két jelölés. De mire én befutottam az igazgatói irodába, illetve annak az előszobájába, akkor már kiderült, hogy én ezt nem tudom leállítani, mert addigra már javában folyt a szavazás, is. és hát úgy nagyjából összeszámolták, hogy, hogy én én vezettem magasan, toronymag, mondhatom, hogy torony magasan vezettem a jelöltek listáját. Ugyanúgy, ugyanúgy, ahogy a színész szerepeidet, szinkron szerepeidet, lassan már a díjaidat is nehéz felsorolni. Nem tudom, hogy neked maga ez a Kaszás Attila díj itt a sorban milyen jelentőséget képvisel? Miért fontos ez számodra, hogy, vagy miért volt mondjuk ennyire fájó? Hát nagy jelentősége van. Elsősorban nekem Attila személye miatt főleg az első jelölésem alkalmával, akkor nagyon-nagyon közel volt még az ő elvesztése, persze másodszorra is fájt, most már kicsit távolabb kerültünk, hiszen tizenvalahány éve hogy meghalt. Ez az egyik része, szóval az Attila személye. A másik pedig az, hogy ez egy nagyon komplex díj, és ilyen kevés van. Talán egyedülálló ez a fajta díj, hogy a szakma dönt arról, hogy kik legyenek a döntőben, és utána a nézők szavaznak, hogy ki nyerje meg. Persze van ilyen, hogy prima di, meg prima primissima, stb. Ez hasonló a felépítésük, de mégsem olyan, mint, ezért. Tehát egy kicsit jobban, a szakmait jobban be van vonva, azt gondolom, mint a, az előbb említett díjaké, vagy díjaknál. És egy ilyen komplex díjat megkapni, az azt gondolom, hogy mindenképpen nagy dicsőség. Ugyanakkor hát nem tudom, hogy mennyire lehet aktivizálni a, a szavazókat, a, a színházba járókat, a tévénézőket, stb. Itt, itt a, nyilván az ügyesség is, a kapcsolatok is dönthetnek, vagy egy adott személy mennyire szimpatikus a, a nézőknek. Miközben a szakma azt gondolja, hogy ő megérdemli a, megérdemelné a Kasszás Attila díjat. Tehát nem elég a szakma szavazata, tehát ezért, érdekesed érdekes ez a díj, illetve ezért értékes. Visszatérve még kicsit Attilára, milyen volt a ti kapcsolatotok, barátságotok, ha lehet erről beszélni egyáltalán? Abszolút lehet barátságról beszélni, de csak az ő életének utolsó három évében. Mert amikor én a Nemzeti Színházba, a Budapesti Nemzeti Színházba szerződtem, mi igazából ott találkoztunk először színpadon. Addig is összefutottunk itt-ott, rádióban, szinkronban, de színpadon nem találkoztunk. És valahogy úgy hozta a sors, hogy egymás után együtt dolgoztunk különböző színdarabokban. És a próbaidőszakok nagyon össze tudják kovácsolni az embert, és így jártunk mi is Attilával, hogy nagyon egymásra találtunk, és bekerült, bekerültem, a szabad így mondanom, az ő baráti körébe, egy szűk baráti körbe. Olyannyira, hogy amikor Jancsika megszületett, akkor ott talán hatan voltunk összesen, tehát lehet, hogy pár emberrel többet hívott meg, de annyian gyűltünk össze aznap este. Szóval ez egy késői barátság, de egy nagyon jó barátsággá változott, és, és hát nem tudom, hogy hova futhatott volna ki. Nagyon fiatalan elvesztettük őt sok közös van bennetek, de talán az a leginkább, hogy a közönség nagyon imád és szeret titeket, és azért te is egy nagy tiszteletben álló színész vagy, színművész vagy itt az országban, nem csak Győrben. Ugye többször mondtad ezeket a díjakat, talán korábbi interjúban azt is mondtad, hogy azért a színészeknek is szüksége van ezekre a kis jutalomfalatokra, hogy te ezeket a díjakat, elismeréseket miként éled meg az életedben? Ez az, ami mondjuk éltett téged, vagy azért inkább az a tapsa, amit mondjuk egy előadás végén kapsz? Hát érdekes kérdés. A díjak persze mindig jól jönnek, mert az újabb és újabb inspirációt ad, és elismerése az addigi munkának, de én nem hajszoltam soha, soha nem kérdeztem meg, hogy fölterjesztettetek már erre a díjra, vagy arra a díjra, soha nem is tudom egyébként, hogy itt mikor voltam fölterjesztve, vagy föl, föl voltam-e terjesztve egyáltalán állami díjra, de nagyon örültem az összes győri díjnak, a tapsdítól kezdve egy sorolhatnám, vagy éppen tavaly a Győr-Sopron megye legjobb színészed díjának is nagyon-nagyon örültem. Ezek, hát nevezhetjük jutalomfalatnak, de annál azért egyel komolyabban gondolom. A taps az nagyon érdekes, az én számomra az nem annyira fontos, mint maga a munka és a, a játék. Ha egy jó előadásban veszek részt, és az, az sikerül. Akkor a taps persze egy bónusz a végén, de nem foglalkozom igazából vele. Ez biztos nagyon furcsán hangzik. Örülök természetesen, és meghajolva megköszönöm a nézőknek a tapsot. De az én munkám onnantól kezdve véget ért. Hogy az előadás maga véget ért. És onnantól már a feldolgozás vár rám, hogy az a, az, a, az, az este az, az, hogy sikerült, hogy hogy mennyire volt jó. Van olyan is, amikor én úgy érzem, hogy hogy ez lehetett volna jobb, és mégis felállva tapsolnak a nézők. Annak persze örülök, hogy ők ebből nem vettek észre semmit, de én belül érzem, hogy hol hibáztam, vagy hol lehettem volna erősebb, jobb. <kül> hát ez már ez mindig az én titkom marad, olyankor. Szóval nem a, számomra nem a taps ereje a, a meghatározó soha, hanem az, hogy az én értékítéletemben az a munka, vagy az az előadás az éppen hol helyezkedik el. Kritikus vagy magaddal szembe? Igen, azt gondolom, hogy igen. Nagyon. Attila, hogy visszatérjek rá, ő még kritikusabb volt. Ö, igen. Én egy, És egy kicsit én inkább magamba zárkózott vagyok ilyen szempontból. Tehát én nagyon nagyon sokáig várok. Én nagyon sokszor türelemre intem azokat, akik türelmetlenek egy próbaidőszakban, mert még várom, hogy mi lesz belőle. Most is éppen egy próbaidőszakban vagyok, és várom, hogy ebből mi lesz. Még, még nem tudom eldönteni, hogy én jó leszek-e benne, nem tudom eldönteni, hogy az egész előadás milyen lesz, csak bízom benne, reménykedem, hogy, hogy minden összejön, és egy felgeteges Jókedvű előadás születik. Kicsit visszakanyarodva életed elejére, azért most már tudhatjuk, hogy jó, jó pályát választottál, hiszen nagyon szikere, sikeres vagy benne. Viszont gondoltál arra, vagy voltak esetleg az életben más terveid, mint mondjuk a színészet? Én nagyon szerettem rajzolni, festeni, és gondoltam rá, hogy jelentkezem a képzőművészeti főiskolára. Apám lebeszélt róla, sőt, szinte tiltakozott. Mondván, miközben ő amatőr festő volt szintén, hát így hát elbóóckodott a, a festékpalettával és a, a vászonnal, és később persze beláttam, hogy igaza volt. Előfelvétel is voltam, mint színvészeti főiskolás, és, a, a, és velem együtt voltak katonák a képzőművészeti főiskolások. És ahogy ők ott rajzoltak, unalmukban, hát festékhez nem jutottak, de ceruzájuk volt, vagy tolluk, hát az egészen káprázatos volt. És akkor ők még el kezdték a főiskolát. Hát én hozzájuk képes nagyon, nagyon amatőr szinten álltam. Akkor be kellett, hogy lássam, hogy ennek nem lett volna értelme, hogy oda jelentkezzek. Persze azzal se értett egyet apám, hogy a színművészetére jelentkezem, de aztán azzal valahogy megbékélt. És hogy érzed, hogy maga ez a szenvedély, meg gondolom azért ez egy hobbi szinten megmaradhatott volna, vagy megmaradt -e kérdés az életedben? Hát egy darabig megmaradt, igen. Egy darabig rajzolgattam is, színészekről is csináltam és csináltam karikatúrákat, és festegettem, és egy komoly olaj, olajfestményem van, azon szerepel 41 állat körülbelül. Ilyen kis, hát ilyen mikrorealista festményszerűség. Annak nagy sikere van, amikor megmutatom. Egyszer megmutattam egy festőművésznek, azt mondta, hogy ez baromi jó, csak mi értelme van? <laughs> hát mondom, hát az, hogy te azt mondtad rá, hogy, metegező tegező viszonyban voltam vele, hát az, hogy te azt mondtad rá, hogy baromi jó, de már ennyi értelme volt. De nem értette, hogy ilyen mozaik szerűen, vagy montás szerűen, ugye 41 állat össze van rakva, uh -huh. amit mindenféle könyvekből gyűjtöttem össze, és hiperrealista módon lemásoltam olajfestékkel egymást fedve, ezek az állatok, úgy kell képzelni, és mint egy nagy állatkert, olyan, mintha a Noé bárkájáról menekültek volna éppen, és hát a kérdőjelet mégis vetette, ugye a festőművész barátom, hogy ennek tulajdonképpen semmi értelme nincsen. Most már inkább csak művészet kedvelőként, gondolom, kejtes látogatóként üzöd ezt. Így van. Igen. Most, hogy itt vagyunk Győrben, azért mindig is fontos volt voltál Győrnek, a győri közönségnek, viszont nem vagy itt állandóan velünk. Merre járod most az országot? Mi a te bázisod? Nekem most az utóbbi pár évben csak Győr. Uh -huh. Máshol nem játszom. Nem is lenne rá lehetőségem. Voltak a táliának, voltak próbálkozásai, de egyszerűen nem lehetett egyeztetni. De most már nem is vágyom rá. Volt egy időszak, amikor élveztem ezt a, ezt a rengeteg utazást, bár nagyon fárasztó volt. Hát volt olyan, hogy itt délelőtt dolgoztam Győrben, és este előadásom volt Miskolcon. Szóval azért, azért nagyon durva volt, de azt gondolom, hogy, hogy a korom sem nagyon engedi már meg ezt az őr, őr öbretes mászkálást. Úgyhogy én most pár éve csak győrben játszom. Budapesten csak szinkronizálok, ott nincs más dolgom. És milyen a közlekedés, mert ha jól tudom, akkor te általában mindig vonattal szoktál utazni. Igen, hát most katasztrofális, mert nem tudok vonatozni. Most szerencsére fejszés és Attilával összefogtunk, aki szintén rászokott a vonatra. Lehet, hogy nekem is köszönhető egyébként, meg a társulat több tagja már inkább vonatozik, mint autózik pedig az elején nem értették, hogy én ezt hogy bírom. De most rájöttek, hogy eltelik az idő. Csak az ember saját magával kell, hogy foglalkozzon. Sics úgy, elolvas pár újságot, tanulja a szerepet, már itt is van Győrben, vagy, vagy, vagy ott van Pesten. Természetesen, ha késik a vonat, az nagyon bosszantó, és van ezer árnyoldala a vonatozásnak, de azt gondolom, hogy több a pozitívum, mint a negatívum. Most ezt nehezen éljük meg, de Attilával összefogtunk, és Mások is, a, akik benne vannak a darabban, összefogtak, és autóval közlekedünk addig, amíg ez tart, ez a vágányfelújítás. A beszélgetésünk után rohansz is rögtön a próbára. Mi az, amire most készültök, illetve áruljuk már el, hogy azért csak újra kubikanna lesz a társad, hogy milyen a közös munka? Igen, Csiki Gergely Buborékok című színdarabjára készülünk. Jövő hétvégén lesz a bemutatója. Hát nagyon izgalmas, mert nagyon jó a, a darab. Mi próbáljuk még színesebbé tenni, mint a, az írt szöveg. Ettől eléggé nehéz, nagyon kell koncentrálni. Most éppen abban a szakaszban vagyok, amikor próbálom teljesen magamévá tenni azt a sok kis apróságot, ami belekerült a elmúlt hetek során, és ez nagyon nagy koncentrációt kíván ennek még nem tudok megfelelni, tegnap még nem sikerült, tehát remélem, hogy ma már egyet előre lépek, és akkor minden nap lépdesek előre, és a, a vége az nagy siker lesz. Annával másodszor dolgozunk együtt, mert a minden jegyelkertben már dolgoztunk, de ott igazából egy, hát egy nagyon pici kis jelenetünk volt, épp hogy egymáshoz szóltunk a színpadon. Itt azért itt komoly konfliktusaink vannak, itt sokkal többet vagyunk együtt. Hát ő végtelenül precíz, nagyon koncentrált, nagyon lelkiismeretes, amellett, hogy persze egy remek színésznő. Úgyhogy, úgyhogy jó őt nézni. De ő is szereti azt, amit én csinálok, úgy veszem észre, úgyhogy szerintem jó felé haladunk. Kicsit utána dolvasgatva azért puskázok is, hogy ugye a Végözvegy is egy, egy nagyobb falat volt, neked azt nyilatkoztad, hogy ez egy kihívás volt, hogy operetben kellett játszani. Miért volt ez? Hát soha nem játszottam operetben. Zenésekben játszottam már, fiatalon is, még művészszínházban is, tehát a Radnóti Színház ugye ország egyik legjobb művészszínháza volt, ott is belefutottam kétszer is, mert kitalálták, hogy az ankónai szerelmeseket csináljuk meg, és ott volt az ős bemutató. Ott például egy hétfői nap volt egy összpróba, és pénteken volt a bemutató, vagy hétvégén volt a bemutató, nem tudom pontosan melyik nap, és hétfőn annyira rosszul álltunk, hogy mindenki azt gondolta, hogy ez egy hatalmas nagy bukás lesz. lesz. Na, ehhez képest 200 játszottuk és a színdarab bejárta az egész országot. Valahol többször is elővették, nem csak egyszer, hanem a második bemutatója is meg volt. És lehogy hogy keveredtem ide? Ja, zenés műfajról beszélgettünk, és akkor utána még a Bástya sétányban is benne voltam. És amikor ide jöttem Győrbe, akkor itt csak prózai szerepeket játszottam sok-sok éven keresztül. A Csini Baba volt az első, amikor Xella Tillának eszébe jutott, hogy, és ő tudta, hogy én jól énekelek, eszébe jutott, hogy bele kellene, hogy rakjon engem a Csini és mivel azt közösen rendezték a Forgás belekerültem, és adtak nekem számokat is. Ott indult. Aztán folytatódott a menyasszony tánccal, és így tovább. És eljutottunk az operethez. <laughs> és Megijedtél? Nagyon megijedtem, mert ez, pláne ez az operett, ez nagyon komoly énekesi kvalitásokat igényel. Nem is az én szerepem elsősorban, hiszen ezt nem mindig énekesek játszották, tehát játszotta Hauman Péter, inkább jó éneklő színészekre osztották, viszonylag jó éneklő színészekre, mint amilyen én is vagyok. De például Kósi János is játszotta. Csak érdekességként említem meg. Inkább mivel... Szinte opera-szerű ez az operett, ezért itt közben négy énekes van még mellettem a színpadon, akik viszont nagyon komoly énekesek, operaénekesek, vagy legalább kettő közülük opera énekes, ez nagyon nehéz volt velük fölvenni a ritmust és nem elrontani az ő munkájukat, hogy én is időbe lépjek be, amikor de volt egy kvártettünk, vagy nem tudom, <laughs> ők jobban tudják. Mm. Szóval, hogy, hogy ne, ne roncsam el. Igen, ettől mindig ideges voltam egy kicsit az elején. Utána már nem. Meg, meg halára dicsértek persze. Ezért rengeteg darab próba, előadás áll mögötted. Mit gondolsz, hogy mi az, ami igazán a te szereped? Hát most ebben a, az életkorban a meglett férfi ember, azt gondolom. Aki már azért úgy túl van a nagy dolgokon, de még, még van ereje. Hát most valahogy így, igen. Apákat kell játszani, vagy lassan majd nagypapát. Igen. Most, most, most itt tartok. Te úgy érzed, hogy akkor így a korszakokhoz kötődően volt mindig így a színészi pályádnak az, hogy mondjuk mi az, ami a te szereped, vagy a igen, én valahogy úgy, úgy érzem, hogy ebből a szempontból nagyon szerencsés voltam, hogy mindig olyan szerepeket kaptam, ami éppen a koromnak megfelelt. Én nem voltam soha az az igazi hőszerelmes, mert közel nem voltam olyan jóképű, mint ahogy most az akkori nőismerőseim visszaemlékeznek rám, hogy én milyen jóképű voltam. Én nem találtam magam akkor ennyire jóképűnek, közel sem. Mint mondjuk a fiamra azt mondom, hogy na ő egy, egy jó képű látsz. Vagy tudnék mondani pár fiatal színész kollégát, aki igen, hát ők jó képűek. Én é, talán volt bennem valami szerethető, és hős típus voltam. az mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy nem karakter voltam első perctől kezdve, csak az is voltam. És ö, ilyen hős alkat. De nem kellett, hogy olyan nagyon szép fiú legyek, attól én még eljátszhattam hőszerelmes, csak hát egy gyengébb kiadásban. De ezt megtámogattam színészettel. És akkor utána, ahogy haladtam előre a korban, mindig, mindig az életkoromnak megfelelő szerepeket kaptam. Még akkor is, amikor azt mondták, hogy na, ehhez a csankó fiatal, akkor is, ahogy utána néztünk, abszolút az én koromra volt írva. Tehát most mondok egy példát. 46 évesen játszottam itt a Nem félünk a farkastól, az óriási siker volt, emlékszem, fönt a kisvalódi teremben. És akkor volt, aki azt mondta, hogy én ahhoz fiatal vagyok, hát meghallottam, tehát a háttérben valaki szóvá tette, hát 46 évesre van írva. Tehát az eredeti darab, az Olbi, 46 éves emberre írta. Én pont annyi voltam. A töreki Zsuzsi 52 éves volt, az 52 éves nőre volt írva. Tehát nagyon érdekes egybeesés volt. Hogyha viszont már itt a korokról beszélünk, hát akkor a szinkron viszont ez nem meghatározó, hiszen gyerek előadásokban, de gyerekdarabokban is adod a hangodat, ugye mesékbe, illetve különböző hát azért régi filmekben, meg sorozatokban. Tudjuk, hogy ugye legutóbb találkoztál például Bobby ewing ami szerintem neked azért egy nagyon Igen. meghatározó élmény volt. Kicsit mesél róla. igaz, már írtunk róla, meg róla sokan, de hogyan emlékszel vissza erre a pillanatra? Hát ez nagyon érdekes volt. Neki talán egy érdekesebb lehetett, mert ő engem soha nem látott. Én meg ugye folyamatosan itt 30 éven keresztül őt szinkronizáltam, és láttam azt is, hogy hogy öregszik. Tehát amikor találkoztam vele, nekem nem volt meglepetés, hogy ő hogy néz ki. Neki, neki meglepetés volt, hogy hogy szól az ő hangja. Mondta is, hogy nagyon férfias hang. Tetszett neki. Sőt, még azt is el kellett neki mondani. Nem kellett, hanem én felajánlottam, hogy elmondom magyarul az I love you Úgyhogy mondtam, mondtam neki, mert egyszer kérték tőle, a stúdióban egy, egy, egy valami tévéműsorban szerepeltem, és akkor ott kérték, hogy mondjam már azt, hogy szeretlek Pamela, és akkor ezt Patrick Delfinak előadta, meg oda kapott a szívéhez, és megrogyott. Nagyon nagyon helyes volt, nagyon nevetett rajta. Szóval nagyon érdekes találkozás volt, mert egy idő időutazásban vettem részt. Szóval lepörgött előttem. Érdekes, nem is akkor, elsősorban a találkozáskor, hanem rá, vagy folyamatosan mondjuk egy hétig tartott ez az állapot, hogy, hogy úgy visszajött minden. Az egész ifjúságom, hát én akkor voltam 31-2, tehát nagyon jó korban voltam, nagyon sikeres korszakom volt, és én uh, és akkor látok egy 74 éves embert, aki az én ifjúságomat jelentette, és azóta is folyamatosan munkát ad. Egyébként írtam neki egy levelet, persze a fiam segítségével, hogy helyes legyen, hogy, és azzal kezdődött, hogy, hogy köszönöm, hogy 30 éve az életem része vagy, és életem, és hogy 30 éve munkát adsz nekem. Persze kicsit idézőjelbe téve, de ez, ez így van. És ez az időutazás, ez nagyon érdekes volt. Nagyon, nem is gondoltam, hogy ennyire hatással lesz rám a találkozás. Itt találkozhattam volna, persze Colin firth kezdve, most sorolhatnám mm. azokat a színészeket, nagy színészeket, akiket mm. szoktam szinkronizálni, a Travoltán át, stb. De biztos vagyok benne, hogy nem érintettek volna meg ennyire, mint a vele való találkozás, Patrick Duffy-val való találkozás. Ez egy egészen különleges élmény volt. Pedig én nem kerestem ezt a találkozást, tehát nem, nem én generáltam. Eszembe jutott, amikor olvastam róla, hogy itt forgat Magyarországon, is egy magyar filmet forgat, és láttam, hogy Teri van ismerőssel a stáblista. Gondoltam rá, hogy esetleg föl lehetne hívni valakit, hogy segítsen már abban, hogy vele találkozhassak egy pár perc elejéig. Már a Patrick duffy -val. De aztán elhesegettem, mert soha nem voltam ilyen, és most sem akartam tolakodni. És akkor egy szombati nap csörgött a telefon, és a producer keresett, hogy Patrick Duffy hétfő kedden ráér, következő hét hétfő kedden, és szeretne velem találkozni mert kíváncsi, hogy ki a magyar hangja. Hát nyilván ott a forgatáson szóba került a Dallas, és szóba kerültem én, és így jött képbe ez az egész dolog, és így jött az ötlet, és akkor találtunk egy időpontot, egy hétfő délelőtt fél tizenegy, még erre is emlékszem, és egy szálloda hajjában találkoztunk. Na ennyit erről. Vittem neki egy üveg, nagyon jó minőségű vörösbort, az gyors, gyorsan az élettársa, az fölszaladt föl vele a szobába, aztán később eszembe jutott, hogy lehet, hogy azért is, hogy, hogy ne várjam el tőle, hogy megnézze, mert abban a pillanatban, hogy ő kihúzza az üveget a tasakból, és lefényképezik, az már reklám. Aha, De ez akkor eszembe se jutott. Pedig direkt egy olyan bort vettem, most nem mondom el a, a bornak a nevét sem, pedig nagyon szép neve volt a bornak, hogy arról beszéljünk egy kicsit, és nagyon jó barátom, aki palackozza, illetve termeli ezt a bort. De hát ez elmaradt. Az asszonyka elvitte. De azt ígérte, hogy este megisszák. Igen, azt is tudjuk, ugye, mert többször is említettük, hogy beszéltünk róla, hogy azért neked az a bor azért egy nagy szenvedélyet, azért szereted a minőségi borokat, hogy ez a szenvedély még megvan, mennyire vagy még része esetleg borlóvagrendeknek? Á, nem, ez sajnos, ez, 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 nagyon, ez nagyon visszaesett, mert nem bírja a gyomrom, most nagyon kell mm. Úgyhogy... most, most nagyon ritkán borozok. Néha azért egy-egy decit le, lecsurgatok, de, de nem jellemző egyáltalán. Visszatérve kicsit a szinkronra, illetve a színházra, hogy nagyon sikeres vagy benne, sokszor hallunk, látunk, viszont érdekes módon maga a filmvászont, azt úgy kerülöd. Mi az oka? Igen, és szerintem az most már ez így is marad. Érdekes, mert amikor elvégeztem a főiskolát, nem sokkal később fölkértek egy tévés sorozatra, Kémény mesék, az volt a cím, aztán később ez padlás változott, de évekig csináltam. Egy kéményseprő voltam, aki a háztető járkál, és volt egy szurtoska nevű kéménykefém. Gyurko Herrik volt egyébként a magyar hangja. És mi ketten mindenféle kalandban vettünk részt. Tehát én nem, mint, nem szinkronizáltam, hanem én, mm. <coughs> bocsánat, élő szereplő voltam. És ez sok éven át ment vasárnaponként. És különböző történeteket meséltünk, és ezt illusztrálták, általában cseh vagy lengyel rajzfilmmel, bábfilmmel, stb. Így volt felépítve maga ez a kis mese. És azt gondoltam, hogy én majd a kamerák előtt folytatom tovább a tevékenységemet, és egy-két tévéjátékba bekerültem, meg egy-egy filmbe, epizódra. És aztán elkezdett engem rettenetesen untatni, amikor csak epizódokra hívtak. Nem bírtam elviselni az átállásokat, hogy én reggel elvittek valahova a pusztulatba, ott volt egy, egy ilyen büfébusz, és meg az öltöző, és azon kívül ott nem volt semmi, ott járkáltam, emlékszem, a valami nagy kukoricatáblába, ott tanultam a színdarabokat, amiket abban az évben színházakban játszottam. Szóval untam. magam, és azt gondoltam, hogy ez nem, a, nem az én világom. És valószínűleg a film ezt megérezhette, mert hogy nem is nagyon hívnak. De azért belecsöppentem ebbe abba, jó volt a Mészáros Márta, hát vele dolgoztam színházban is, és akkor ő gondolt arra, hogy legyek a Kovács Adélnak a férje, Nagy Imreire, készítette egy filmet, és a Novicki mellett állhattam éjjel a parlamentnek az erkéjén, és mint Nagy Imre intézte a beszédet a tömeghez, tehát ilyen szinte dokumentumszerűen, az például óriási élmény volt. De, de nagyon kevés igazi jó élményem van a forgatásokról, inkább, inkább a halálos unalom. Az, egy darabig érdekes az, hogy az ember a a büfébuszban, ott a Mucsi vagy a Csújaimivel el meg elnevetgélünk, de azért ez sok órán keresztül ez már unalmas. Itt említettük azt, hogy tényleg azért a színészi élet, akár a filmről, akár a színpadról beszélünk, az nem mindig a legfényesebb. Most ugye itt a hírek arról szólnak, hogy történt egy elég súlyos baleset a, a Nemzeti Színházban, de kicsit vissza a kanyarodva győrhöz, azért itt sem volt annyira unalmas, vagy eseménytelen itt az elmúlt évek. Te milyen-ilyen esetekre emlékszel, ami, ami mondjuk tényleg veszélyes volt, vagy akár történt valamilyen nagyobb dolog? Hát igen, nagyon sajnálom először is a két embert, és bízom benne, hogy minél előbb felgyógyulnak. Eh, nagyon érdekes, hogy éppen a Gyottoval, Horváth Lajos Ottóval, itt történt egy, egy kis baleset, de nem volt köze egyáltalán a díszlethez, egy verekedés próbán történt, és elszakadta a térdében a szalag. De nem volt senki körülötte ez a Lócsiszár virágvasárnapján történt, vagy annak a próbáján, két vagy három nappal a bemutató előtt. És akkor e, szegény kiabált, hogy valaki megrugott, pedig hozzá se ért senki. Aztán később kiderült, hogy ez volt az utolsó szalaga a térdében. Én nem is tudott róla, hogy ennyire le van strapálva a térde. E, csak azért jutott eszembe, mert ugye megint vele történt a, a baleset, és e, itt majd nyilván ki fogják deríteni, hogy ki volt a hunyó. Nem akarok találgatásokba bocsátkozni. Hát ő egy végtelenül precíz és lelkiismeretes ember. Én nagyon sajnálom, hogy vele ez történt. És bízom benne, hogy itt is valami olyasmi miatt, amiről ő egyáltalán nem tehet. Tehát, ha tehet, akkor is ez egy fatális véletlen lehet. Nálá a precízebb, becsületesebb embert nehéz elképzelni. Neked voltak élményeid esetleg ilyen hasonló, vagy amikor úgy érezted, hogy ezért veszélyes terep ez a színészet? Hát egyszer ott a Nemzetében a Blaskó Péternek szorult be az újja két díszletelem közé, két mozgó elem közé, csak neki annyi szerencséje volt, hogy ezek ilyen automata rendszerek, és letiltanak. De hát addig is, amíg letilt, azért mozog, egy ilyen két másodpercet biztos, és az bőven elég volt, hogy a Péternek az újat eltörje, itt Győrben egyszer beleugrott, de színészi hiba volt a, Fehér Ákos a Fehér a zenekariárokba egy korsó után ugrott, és hát a zenekari árok alján landolt, mm. és döbbent, hát ment az előadás, és döbbenten vártuk, hogy ki jön, vagy nem jön, vagy mi legyen, hogy akkor álljunk meg nézzük meg, hogy mi van vele, vagy, és akkor egyszer csak, ugye egy nagy nádas volt belerakva a zenekarjárokba, és egyszer csak a nádas elkezdett zizegni, és kimászott az Ákos, és mutatta, hogy minden rendben. Úgyhogy azért volt részem nekem is és ilyesmiben. Velem még, hál' Istennek, komoly dolog nem történt. Hát ez közhely, de hát mindig elmondjuk, hogy veszélyes üzem. De nagyon sok mindent meg lehet tenni azért, hogy ne történjen baleset, de, de sok mindenről az ember nem tehet. És tegnap ugye beszélgettünk erről a társulat, és hát rögtön följöttek mindenféle élmények. Valaki azt mondta, hogy a reflektor esett le mellé, nem sokkal, valaki azt mondta, egy egész csillár esett két színész közé. Hát igen, ilyenek előfordulnak. Sajnos. Most, hogy itt vagyunk, itt a kasztás Attila díjnak a döntőjében, és ugye november 30-áig, évfélig lehet rád szavazni, Ö, hogyan értékeled ezt az elmúlt jó pár évtizedet, amit a színészi pályán töltöttél? Nem, mintha búcsúznánk, de hogy <laughs> hogy érzed, hogy ennyi évtized után mit jelent számodra maga a színészet? Hát még mindig szeretem csinálni, tehát még nem akarom abba hagyni. Szerintem ez, ez eléggé beszédes, ha ezt mondom. Ö, és ö, egy kivétellel, amikor Alföldi Robi átvette a Nemzeti Színházat, és az én, munkára, az én munkámra nem tartott igényt, ez az egy, egy volt, ami, ami, igazából nagy traumát okozott nekem a, a, pályám során. Persze voltak kisebb összezörrenések, vagy, vagy, vagy volt, hogy olyan rendezővel dolgoztam, akivel talán nem kellett volna, voltak akit nem is választhattam meg, volt, akit megválaszthattam volna. Hát ilyen, ilyenek voltak, de nem ez nem az a jellemző. A jellemző az, hogy nagyon, nagyon jó társulatokban, nagyon jó rendezőkkel dolgozhattam. És ez igaz győre is. Itt is nagyon sok jó rendezővel dolgoztam, remek emberekkel találkozhattam, színészekkel, Úgyhogy nekem egyébként, ha most abba kéne hagyni a pályámat, akkor is azt mondanám, hogy teljes volt. Tehát én eléged, elégedett vagyok a pályámmal. Nincsen bennem semmilyen rossz érzés, hogy hú, ezt el kellett volna játszolom, vagy, 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 vagy ezt a díjat meg kellett volna kapnom. Szóval nincs, nincs bennem semmilyen ilyen rossz érzés. Ha most nem kapom meg a például a Kasszás díjat harmadszor, azzal sincsen semmi baj. Majd én kitalálok magamnak valami tiszteletbeli kaszás Attila díjat, ez kész, lezártam. Na, az, az akkor a probléma. Akartam is kérdezni, kitaláltad -e már, hogy mi lesz az, de akkor gondolom még nem. <laughs> még nem. Azért megvárom, hogy megkapom, vagy sem. <laughs> Jó. Nem tudom. Igen. Hát nekem maga a jelölés már óriási megtiszteltetés, ugye, hogy harmadszor bekerültem a döntőbe, csinálja ezt utána valaki, aki tudja. Szerintem nem könnyű, mert itt most 41 színháznak a Kasszás Attila díjjelöltjei szavaztak, és azért az egy nagyon nagy szám, és abból bekerülni ebbe a négybe, jelen esetben négybe, mert általában három szokott lenni, most egy holtverseny miatt négy lett, azért ez egy óriási nagy dolog. És egyébként meg az, hogy én ismerettem a Kaszás Attilát, nekem az sokkal többet jelent, mint hogy most megkapom-e ezt a díjat, vagy sem. Nem baj, én azért szeretném, és szerintem a győriek is szeretnék. Köszönöm hogy hát szépen. A díj vég... hát szavazzanak akkor. Én nem, már köszönöm. leadtam a szavazatomat, úgyhogy tényleg a hallgatókat is arra biztatom, hogy Zolit végre tegyük oda a Kaszás Attila a díjhoz, mert megérdemli és szép kiegészítő. Mondjuk el, hogy azért hogy, hogy tudnak szavazni. Jó, mondjuk. Kaszás Attila díj.hu. Tehát a díjnak díj szerepelnie kellene ott, a, miközben az ember beüti, és akkor ott följön egy nagyon szép háttér először, aztán azt lehet görgetni, akkor eljutnak hozzám, szavazok, azt megnyomják, és ha még lejjebb görgetik, akkor nem minden esetben kell, de előfordul, hogy kell, akkor ott még egyszer be kell engem jelölni, és akkor meg is történt a szavazás. Nem annyira bonyolult. <laughs> Mint ahogy lehet, hogy most én bonyolultan meséltem. Nem, szerintem teljesen egyszerű, úgyhogy meg fogjuk találni, meg hát amúgy a Győri Nemzeti Színház oldalán is folyamatosan megy a voksolás, illetve ott is követhetik, hogy éppenséggel milyen események vannak a színházban. Úgyhogy úgyis nem sokára szerintem újra találkozunk. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, hiszen köszönöm a buborékokba találkozunk. Nagyon Igen, köszönjük, köszönöm hogy kívást, és köszönöm, ha szavaznak, viszonthallásra. Köszönjük viszont lehet